mindenkinek egy újabb vlogban. Úgy éreztem, hogy itt az ideje, hogy kamerát ragadva megörökítsem nektek egy napomat. Nincs is jobb alkalom a mainál, mint hogy újabb vlogot készítsek, hiszen ma fel fogok költözni Pestre. Most vágom ezt a videót, és rájöttem, hogy a lényeg kimaradt az introból, méghozzá az, hogy miért is költözöm el itthonról, és erre a válasz nagyon egyszerű, méghozzá az, hogy szeptembertől egy új fejezet indul az életemben, egyetemista leszek, szóval ez az oka a költözésemnek. Az albérlethez fogunk néhány kelléket beszerezni, most oda tartunk, utána pedig kicsit átrendezzük a szobámat, az új dekorációkat berakjuk, szóval tartsatok velem, és költözzünk együtt! Ilyet választottam. Ez elég nagy, nem? De ezt mondjuk én olyat szeretnék, amit így be tudok várni. Betelt az első kosarunk. Kedvenc részemhez érkeztünk. Ennyi cuccot kell felvinnünk. Szerinted ez hány kör lesz, anya? Hát kettő. Húha! Még jó, hogy sokan vagyunk. Ilyen vörös lett a kezem. Jó, most nem látszik amúgy a kamerából, de annyira nehéz volt a táska, amit hoztam. Mindent egyszerre hoztunk fel a kocsiból, és nagyon nehéz volt. Alig bírtunk felérni, de hála az égnek. Itt vagyunk, itt van az ágy. Anya már leterítette ilyen matracvédővel. Szóval most kezdődhet a befokolás, a megágyazás. Ó, nézzétek ezeket a gyönyörűségeket. Itt az ágy mellé gondoltam, kilépőnek. Hú, de szép. Mielőtt tovább mennénk a következő beköltözéses teendőnkre, szeretnék megállni egy pillanatra és megköszönni az EU-diákoknak, hogy támogatták ezt a videót. Az EU-diákok egy olyan iskolaszövetkezet, akik diákoknak segítenek munkát találni. Tudom, hogy nagyon sokan például középsuli és egyetem mellett is szeretnének dolgozni, ebben pedig az EU-diákok tud nektek segíteni. Mindenképpen lájkoljátok be a Facebook oldalukat és csekkoljátok le a weboldalukat, hiszen itt szokták az aktuális álláshirdetéseket posztolni. Ezáltal ti is résen tudtok lenni, és nem maradtok le egy-egy lehetőségről. Az EU-diákos portálra csak fel kell tölteni az adataitokat, az önéletrajzotokat, és az EU-diákok majd lekoordinálja a cégekkel való kapcsolattartást. Ezáltal leegyszerűsödik a munkakeresés és munkatalálás folyamata. Éppen ezért én mindenképpen ajánlom nektek őket. Még van egy ilyen takaróm is. Minden szép. Egyelőre így néz ki a szekrényem. Ilyen nagyon szép babarózsaszín fogasokat vettem a Pepco-ban, amik szerintem nagyon jól illenek a ruháimhoz is. Néhányat már elhoztam, amik majd őszre jól jöhetnek. Ezeket egyelőre ide befakoltam. A Revivel kinéztük a Pepco-ba ezt a konyharuhát, szóval ezt mindjárt kihelyezem a konyhába. Szerintem jól fog illeni a lakás színvilágához, mert van benne egy rózsaszín is. Gyönyörű, gyönyörű kávécsészeket találtam, amiből majd reggel iszogatom a kincsi kávémat. Az egyik ez egy ilyen kisebb, szerintem ez nagyon szép. Ezt a háromlábú széket otthonról elhoztam, szerintem ide nagyon jól fog illeni. Ezt a gyönyörű szettet vásároltam. Ez például kis műzlistál, ide tudom rakni az ékszereimet esetleg, vagy hát nyilván evésre is lehet használni, de olyan szép, hogy lehet, hogy inkább dekorációnak fogom. De szép, ez mind majd a konyhába kerül. Hát, hogy ezt az ilyen nehéz dolgok emelgetését én bírom ilyen nehezen, de teljesen be van vörösödve a karom a szatyortól. Minden esetre elkészült az ágyikom. Egy fehér lepedőt választottam, és ilyen festék, pacás, mindenféle pasztel színű húzatot. Egyébként a két szőnyeg, ami az ágynak a két oldalán van, itt is megmutatom, ezek ide kerültek. Szerintem ez nagyon kellemes lesz, hogy majd reggel, amikor felkelek, akkor erre lépek rá.
és ugyanolyan színű, mint az ágyamon található párnák. Néhány ilyen bézsebb színben gondolkodtam, mert szerintem ez nagyon jól illik az összképhez. Szóval egy nagyobb bézs párnát vettünk, és még ezt a kicsit, ami ugyanolyan, mint a takaró, szóval tökéletesen összeillik. Van egy vendégtakaró is, meg ez a vendégpárna, de a vendégpárnát már most felhúztam, hiszen egy sokkal jobb, hogy nem csak középen van egy nagy, hanem kettő óriási. Szerintem ez így csodaszép. Most kicsit szüneteltettük a tennivalókat, és eljöttünk ebédelni, mert már nagyon éhesek voltunk. Én tájkörit kértem, kókusz teljes rizssel. Köszönöm szépen! Most kaptam hozzá fájcikát, és szóval megpróbálom majd ezzel megenni. De jó! Hogy kitaláltad? Hát ez nagyon jó így. Ezzel a tükörrel is. Innen elvettük az ágyam elől a szőnyeget, szóval ide azt képzeltem el, mert itt van egy tök nagy hely, hogy egy ilyen téglalap alakú, bézses színű, szóval ami ehhez illik, egy olyan szőnyeget fogok beszerezni. Ide átraktam az íróasztalomat. Az a helyzet, hogy ez a szék nem biztos, hogy kényelmes lesz, szóval valószínűleg ezt majd a tanév elejére le fogjuk cserélni, de még nézelődünk, hogy miért választunk. Én úgy gondolom, hogy egy májva színű szék lenne a legjobb, hiszen az illene az ágyamhoz, és erre a polcra pedig mindenféle szép képet és egy égősort fogok tenni. Ha majd advent lesz, akkor ezt szerintem tök jól ki tudom dekorálni. Nagyon sokat haladtunk, és ennek őszintén örülök, hiszen látom, hogy fog összeállni a szoba. Olyan jó már itt a szobámban a légkör, amikor először beléptem, akkor nagyon tetszett az illat idebent, hiszen régen volt egy fonyódi nyaralunk, ahol ugyanilyen illat volt, szóval nekem egy kicsit nosztalgikus is minden alkalommal belépni ebbe a lakásba, és ebben a szobámban éreztem ezt az illatot meg először, szóval ezért én ezt a szobát választottam. Kitaláljátok, hol járunk újra? Gyitben. Kinéztük ezt a széket, gondoltuk, hogy kell még egy picit várni, anyának ez volt a megérzése. Vártunk 50%-os leárazás, szóval nagyon megérte. Egy szőnyeg, így néz ki, ez megy az ágyam elé. Te mégsem lesz olyan egyszerű, mint gondoltam. Én hozom a széket. Szőnyeg. Van itt egy ilyen élelmiszeres doboz, amit a Gáborka hoz, meg le kell cserélnünk a kilincsemet, ezután már csak a ruháim jönnek, és készen áll az egész lakás. Mint hogy egy ilyen etetőszéket vinnénk. Reméljük, az még nem kell. A múltkori sérülésem még megvan, harcisebb. Olyan jó itt a csempe. Vádlik, izmos. Ezt a lépcsőzést meg kell szokni. Meg itt van a pizsomám is, ez a magyarországos mez, és ezt is elhoztam, hogyha egyszer itt aludnék, akkor legyen mit felvennem. Ezt gyorsan ide bepakolom. Néhány könyvemet rendeztem itt még el, ezeket nyilván majd rendszerezni fogom, csak felhoztam, hogy ne a vonaton kelljen meg a tömegközlekedésen ezeket cipelni, mert nagyon nehezek. Anya itt már elkezdte berendezni ezt a kis polcot. Még a mentes lisztjeimet is bepakolta. Annyira előre gondolkodott, én ezeket el is felejtettem. Belvita jó reggelt, ilyen gyors levesek. Ebből tegnap megettem egyet, hát nagyon rossz volt, szóval ezt majd, hogyha tényleg nagyon éhesek vagyunk, akkor fogjuk megenni. De azért jó, ha ez is van. Nosi, mamám csinált lecsót. Házi lekvárok, például áfonya. Barac, ez málna talán, ezeket anya csinálta, és egy csomó nasi. Kávégép, ez mehet ide a sarokba szerintem. És ide helyezem a bögrét hozzá. Ígyné. Oda nézzetek! Gomnyomás, és már mehet is a reggeli kávé. Az első kávé! Ebbe hoztunk ilyen kávé pedeket, és azt ugye ide be kell rakni. Kíváncsi vagyok, milyen az első kávé.
Ízleni fog neked reggelente. Kap, most még azt kell eldönteni, hogy ezt hova pakoljam be. Ez a kedvenc részem, ez a kis macerázás, hogy mit hova pakolok be, ezek az apróságok, amik sok különbséget nem tesznek, viszont én érzem azt, hogy jó, akkor én most a kávét odaraktam, ezt így rendszerezem, úgy rendszerezem, ez a legjobb része. Nagyjából most megpróbáljuk kisilabizálni, hogy ezt a széket hogy kell összerakni. Rá kell szúrni? Nem, csavarozni kell. Itt van ez a nagyon puha szőnyeg, amit anya hozott nekem valahonnan. Nézzük, hogy áll ez ide. Hát ez jó lesz itt. Ez most még csak a próba volt, még nem terítem le végérvényesen, mert hogy még ki kell takarítanunk a fürdőszobát, mielőtt beköltözünk, addig ide rakom a komódomra. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. Itt összehasonlítottam a szőnyegem, majdnem ugyanaz az árnyalat, ez a íróasztalszék meg a szőnyeg, szóval a teli találat. Tökéletes, anya mindegyik függönyömre kötött egy-egy szalagot. Eljött a nagy pillanat. Új íróasztalszékem lesz. Nagyon szép. Üléspróba. Nagyon jó. Kész a kilincsem is. Ez meg is lesztotta a fiúkat, de megvan. Szóval viszlát új szobám. Később találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, remélem, hogy tetszett nektek, majd még várható több beköltözős rész is, szóval álljatok készen és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha erről nem szeretnétek lemaradni, addig is küldöm nektek a jó energiákat, sok puszit, sziasztok, legyen szép napotok!